tisztelt hölgyek és urak, kedves barátaink! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Képes Kávéházban! Kortyolgassák a besgőt, csilegessenek a pogácsából, hallgassák dalainkat és kezdjenek el kávéházi életet élni! Vegyék birtokba ezt a gyönyörű épületet, hiszen ez önöknek emeltetett, és persze ne feledjék, hogy Máté Szalka a világ közepe! Hamisítatlan időutazásban vehettek részt a Máté Szalkai Képes Kávéházba érkezők. Megnyitott a város régóta várt kulturális színtere, melynek terveit az építészzseni Makovec Imre készítette a Máté Szalkai Pénzes Ottónak. A mester halálát követően legkedvesebb tanítványa Zsigmond László építész öntötte kivitelezésre alkalmas formába a vázlatot. Máté Szalka kapott egy gyönyörű ékszerdobozt, egy kávéházat Makovec Imrétől gyakorlatilag. Természetesen az anyagiakat a magyar kormány biztosította, és arra szolgálna ez a kávéház, hogy irodalmi, egyéb művészeti megnyilvánulások mellett egy fantasztikus találkozóhely legyen, amelyet a város polgársága vagy a vendégek nap mint nap tudnak használni. Az impozáns boltíves tér az épület legnagyobb helyisége, a galéria rész pedig állandó kiállítás helyszíne is egyben. Azon túlmenően, hogy vendégeket fogad a kávéház, és különböző előadó művészeti produkciókban gyönyörködhet, ebben a kávéházban egy állandó galéria is található. A Máté Szalkai lakos, Munkácsy Díjas, Bíró Lajos szobrászművész és kedves felesége, Ihanus Szirpa, szobrászművész és képzőművésznek a munkái, amelyek olyan nagyot emelnek a kávéház szellemi értékén, ami az én életemben is példátlan. Tehát egészen rendkívüli, hogy miközben egy finom kávét fogyasztok, gyönyörködhetek olyan képzőművészeti csodákban, mint amelyeket itt találhat az ember. A Képes Kávéház történetéről a tervek szerint kiadvány is készül. Az épület tulajdonosa az önkormányzat, üzemeltetője pedig a Máté Szalkai Szentpéteri Zsigmond Művelődési Központ és Színház.